Sziasztok! Azt hiszem, hogy a Ferencváros menedzsmentje nem csak abban sokkal jobb, mint az előző évtizedekben több menedzsment, hogy jóval minőségibb játékosokat tud szerezni, hanem abban is, hogy azokat, akik bizonyos értelemben létszám fölöttiek, tehát látszik, hogy legfőjebb az NB1-es csapatba kerülnének be, de ott se feltétlenül kezdőként, azokat minőségi csapatokhoz adja kölcsön, és amikor ezeket kölcsön adja, akkor várhatóan egy erőtől duzzadó játékos tér vissza, aki hasznára lehet a csapatnak. Így tett most a Ferencváros menedzsmentje, mind a Sztyepán Loncsárral, mind a Zsejko Gavriccsal, mert Sztyepán Loncsárt a Kort Freaknak adta kölcsön, amelyik egy nagyon kiváló belga csapat, a Gavriccsot pedig a Dunaszerdahelynek, amely csapatnak kell is az ilyenfajta agilis, sokat futó és nagyon technikás középpályás. Talán Gavriccs még nem érte el azt a pörgést és azt a szakmai tudást sem, tehát ahogyan ugye tudja értelmezni az edzői utasításokat, mint amennyire ugye a Fradi játékosok ezt birtokolják. Talán ez lehet az oka annak, hogy nem került be a kezdőcsapatba. A kettőben egyébként voltak jó meccsei, de hát a Fradi kettőben játszani, ugye két mérkőzésen három gólt rúgott a Dunaújvárosnak, amikor 5-5 volt, akkor kettőt is rúgott, meg egy másik meccsen rúgott egyet. Hát az azért más színvonal, az nem a fejlődésnek feltétlenül a kiinduló pontja, a magyar harmadosztály. Tehát ennek megfelelően nagyon jó, hogy a Dunaszerdahelybe került, amelynek még egyszer mondom, szüksége van az ilyenfajta középpályásokra. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis üzlet szerintem, és remélem, hogy sok meccsen játszik a Dunaszerdahelybe, és gólokat rúg. Loncsárral pedig az a helyzet, hogy ő nagyon hajtotta a felkészülési mérkőzéseken. Hát, hogyha van kedvetek és időtök visszafelé nézni a videó csatornámat, akkor látjátok, hogy beszéltem arról, hogy a Karlsruhe ellen két gólt is rúgott, de jól játszott kifejezetten, tehát amikor betette a Csercseszov, jól játszott, viszont ezzel sem tudta magát stabilizálni a Ferencváros csapatában. Nem véletlen ez, hiszen azért mondjuk ki őszintén, ugye mind az Essity, mind a Lajduni, mind pedig a Besics személyében azért olyan vetélytársai vannak, akik messze jobbak, mint ő, tehát érthető, hogy kölcsön lett adva. A belga csapat is nagyon örül neki, mert a fantasztikus Lamkelzé mellé, ugye a jó, hogyha van egy ilyen hajtós középpályás. Ez a srác ugye egy olyan csapatba kerül, 25 éves egyébként Loncsár, azért mondom, hogy srác, hozzám képest nagyon fiatal, hogy egy olyan csapatba kerül, amelyik most nem túl jól szerepel a belga első osztályban, hogy a 12. helyen van 18 csapatból, úgyhogy azt hiszem, hogy pont jó nekik is ez az erősítés. Ugye a Ferencváros tehát ebben a tekintetben is bekerült a nemzetközi futballvérkeringésbe, és ennek csak örülhetünk. Tehát nem az történik, hogy akkor leküldöm a kettőbe, és majd onnan felhozom a játékost, hanem az történik, hogy fél évre kölcsön adom, és akkor jöjjön formába, legyen sikeres ezekben a csapatokban, és akkor majd visszajövet, akkor egy jó játékos lesz belőle, remélhetőleg. Hát ha nem, akkor meg újra kölcsön adják. Úgyhogy ez nagyon jó hallani ezt, mert tulajdonképpen a nyugati csapatok legtöbbje így működik, úgyhogy a Ferencváros már odaért. Egyedüli magyar csapatként egyébként odaért erre a szintre. No, ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek, iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, vagy nyomd meg a köszönet gombot, hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, hajrá Ferencváros, a jó Isten áldjon meg mindenkit!